Közönségünket a Nagyabonyi Színkör nevében. Nagyon nehéz megszólalni egy ilyen jó hangulatú zenés műsorszám után, de remélem, hogy azért nekünk is lesz majd hasonló sikerünk. Minden esetre nagyon szépen köszönjük a meghívást, és szeretném megköszönni külön kiemelten Hajnal Lászlónak, aki számomra szinte felfoghatatlan lelkesedéssel képes mindenféle ilyen közösségépítő rendezvény szervezésére, hogy köszönjük neki a meghívást. A Nagyabonyi Színkörről szeretném elmondani, hogy a jogelődje 1849-ben alakult, az országban másodikként, mint műkedvelő színtársulat. Akkor elsősorban az volt a célja a színjátszókörnek, hogy a szabadságharc hadirokkantjainak, illetve árváinak a javára jótékonysági műsorokat rendezzen. A Nagyabonyi Színkör mai felállásában két éve önálló kulturális egyesületként működik, és hasonlóan hazafias szellemben próbálja a darabokat is választani, és ezzel a közönségnek örömet szerezni. Abony kinizsi birtok volt, Abonyt a kenyérmezei csata után Mátyás király kinizsi pálnak adományozta, Abonyban él a kinizsi hagyomány, és hát ugye nem csak sört neveztek el kinizsi pálról, hanem utcát, gimnáziumot és sok minden mást. Kinizsi pálról feltétlenül tudni kell, hogy a világ egyetlen olyan hadvezére volt, aki soha egyetlen csatát nem veszített. És a kenyérmezei diadal, ami az ő nevéhez fűződik, azért különösen érdekes, és minden magyar ember számára nagyon megható és fontos hely, illetve élmény. El is kellene, zarándok helyé kellene válnia a kenyérmezőnek, ahova minden magyar elmehetne emlékezni. Mi általában Mohácsot emlegetjük, mint a magyar nagy csatavesztést, de kevesen tudják, hogy Mohácson 20 000 ember vesztette életét, míg kenyérmezőn 40 000 haltak meg, ebből 30 000 török és 10 000 magyar áldozat egyetlen nap alatt. El lehet képzelni, hogy milyen csata volt ez. Most nyilván, hogy a színkör adottságainál fogva kicsit kisebb hadsereggel érkeztünk, de azért ígérem, hogy most is mi fogunk győzni. És remélem, hogy a közönség azokat a szép dalokat, amik a darabban elhangzanak, majd azokat is örömmel veszi. Fogadják szeretettel műsorunkat. 60 perc az előadás. Három részletben adjuk elő, de szünetet nem tartunk. Csupán annyit, amíg átöltözünk, illetve a színpadot egyszerűen átrendezzük. Lehet, hogy akadnak majd kisebb konfliktusok itt a színpadon, mert kétszer ekkora színpadon szoktunk szerepelni, de most megpróbáljuk összehúzni magunkat. Köszönöm szépen, és jó szórakozást kívánok! Száll a madár, ágról ágra, száll az ének, szájról szájra. Fű kizöldül, ó sírhanton, bajnok ébred ősi lanton. Jó Magyarországnak cudar állapotja, de siralmas vala, de keserű vala. Az hegyes északon rablórak hada, délen az töröknek tenger áradata, nyugaton sok német talpig vasban vára, az vén császárjának parancsolatjára, kinek fáj a foga magyarok földjére, fehér kenyerére, vitézi vérére. Míg harcol Mátyás császárral, királlyal, támad Mohamed is rettentő hadával. Az déli szél sír a népünk keservével, az patak árad a hőseink vérével, asszonyink könnyével, hőseink vérével. Völgyeink nevelet siralomnak völgye, hegyeink nevelet Golgotának hegye, ám véráztatta föl termi a sudárfát, termi az magyar nép megszabadítóját. Küldé Kinizsi pált király udvarába, küldé Mátyást haddal töröknek nyakára. Fut a szultán hada, fut Mohamed maga, hős Kinizsi pálnak két hatalmas kardja, az török sorait szüntelen aratja. Az, kinek nevétől e nagyvilág hangzik,
Az, kinek kardjától török futamodik. Az, kinek hírétől fél a török császár, kinek seregétől retteg a janicsár. Éljen Kinizsipál! Éljen Kinizsipál! Segítsenek, de azok nem érezvén a veszélyt. Mindig csak az ígéreteknél maradtak. Hadd vérezzen egyedül a magyar! Na de, jó elszállította magát Mohamed. Bunyadi János haditerve nagy meglepetést okozott. Könnyű kis hajóival felülről, a belgrádiak alulról bezárták a török hajóhadat. Két tűz közé szoroltak. Fel is gyújta elsüllyeszti azokat Bunyadi János. Hallik, 20 gálya maradt, azt is ott hagytak a menekülő török. Jó kis odi zsakmány! És mit csinált a Pisztrán barát? A terét barát keresztes vitézeivel szurokba és olajba mártott szőlővenyigét dobált a várára. Meg is sül benne a török valóságos tűztenger. Kinizsi bácsi, hol vitézkedett? Én a karomi táborban rozgonyúran bandérium. Sok szekér lisztet vittem a várba, miután a nagyvízi csata után bejutottunk. Ott voltam azon a rettenetes napon, július 21-én, mikor Mohamed utolsó elkeseredett rohamot intézett a vár ellen. Azon a bástyán kaszaboltam a törököt, ahol Dugovics Titus hatalmas töröket a mélybe rántott. A hatalmas török ki akarta tűzni a lóparkra zászlót, de a fáradt Titus nem bírt vele. Inkább vele együtt halt. Meghalt a hazáért! Yeah.
10 évvel ezelőtt. Annak meg éppen 20 esztendeje, hogy Kinizsben gyilkolt a török. Akkor halt meg a jó kinizsiné asszony. Akkor rabolták el az én kis virágszálamat, Veronkát, Palkó nővérkéjét. Azóta se láttuk, nem tudunk róla semmit. Még jó, hogy Palkó akkor még csak 2 esztendős. De hol kószál már megint ez a gyerek? Hajnalban elment. De biztosan megint az érettvája alatt ül és gondolkod. Azt a fát akkor ültettem, mikor Palkó megszületett. Oda jár, és ott szövegeti a terveit. Arra lámodik, hogy mit ért be. Nem kell neki a malom. Nem akar Molnár lenni, hanem Mátyás király katonáról. Hallottátok, hogy Mátyás király nemrég Kolozsváron árruhában jár? Jól megviccelte a kolozsvári bíró. A mi bírókra is ráférne egy kis megviccelés, bár megint fizetés nélkül vágtuk fel neki a déli tüzelőt. Az adót is már harmadszor akarja behajtani. Egyszer mégiscsak másképp lesz a nóta. Beborul a papi, meg gúri kis királykodásnak. Helyén van az eszek Hunyadi Mátyásnak. Istenem, Istenem! Hát hol kószár már megint ez a gyerek? Istenem! Istenem! Palkó! Palkó! Kinizsi uram! Kinizsi uram! Nézze! Nézze! Ne féljen, Őrzsö néni, ez már csak a bundája. Jankó, Ferkó, fogjátok, vigyétek a malom mögé, terítsétek ki, hadd száradjon. Ezen bizony ember, hogy írtan át el a hang. Nem akartam én kitörni az öreg Jónás nyakát, de kedves őszgidámat akarta eltaposni. Nem tehettem mást. Jó kis reggeli birkózás volt. Most már jöhettek a búzászsákok. Palkó! Palkó, gyere itt az a búzaszedő! Palkó! Palkó! Megfizették-e kendek a tizedet, a kilencedet, a dézsmát, a kapuadót, a füstadót, a súlyadót? Aki eldugja a tizedet, annak a maradék 9 részét visszük el. Ugye, Molnár uram, nem segít a mocskos parasznak eldugni a terményadóját? Ebben a gírhes malomban de jól megy kennek. Ráér a napropó parasztokkal diskurálni? Hajnaltól napestig csak húzod az igát, mégsincs sorsem, mint kéhezik a család. Ne járjon a szalta, nem kérdeznek? Szedje a sátor fáját, mert ha csak a gyúk szemére lépek, akkor is meg Sándú. Söpörjön a maga portáján, meglopja a népet, meglopja a király. Takarodjon a portáról, mert elteszek, hogy magam is megvárom. Megállj, Kinizsi pán! Meglakozt ezért! Nemes urat mertél fenyegetni? Ez lázadás! Kútyák rágják le húsodról a tested, azért, mert kezedet egy nemes úrra emelted. Hollók fogják kiválni 2 szemed világát. Nagyon megbánott te még megváltásom árát! Nagyon megbánott te még ez, Kinizsi pán! Nagyon megbánott te még ez! Mi ez a nagy égzegés? Már is itt a büntetés? Lovasok feltettek a téren! Külön sokan vannak! Csak úgy borzik az út! Vadászok lehet a vezet, fényes ütétek, sajbára kutyákkal! Hű, micsoda szép, fehér népül egy fehér paripán! Azon a fekete táncoló lóhozán éppen Mátyás király? De, az nem lehet, nincsen rajta a korona! Nem utal vagy, a király nem koronában jár vadászni, csak akkor teszünk meg a törvényt a zsudán. Négy kötöm a süveg van a fején, vagy a babékoszörűje. Ha én lennék a király, de nem venném a fejemről, még éjszakásban náludnék.
kapcsán megszomjazott. És úgy gondoltam, hogy betegedjük a borra. Jó reggelt, Molnár! Jár-e még a garat? Köszönöm, uram, a királynak, köszönöm a nép. No, vezérem, Magyar Balázs, mit gondolsz? Mit írt ezen a beszéden a Molnár? Felséges királyom, öreg vagyok én már a találós kérdésekhez. De itt az én lányom, ő az én jobbik eszem. Benigna, ha olyan okos vagy, mint amilyen szép, már pedig én tudom, hogy olyan okos vagy, biztosan kitalálod a választ. Nem is lennék én Magyar Balázs leánya, ki felséged első katonája, hogyha nem érteném, mit mondott a Molnár. Nem okoz ez a talány néken nagy gondot. A királynak azt köszöni, hogy örködik népe biztonsága és békés munkája felett, a népnek meg az, hogy verejtékes munkával megteremti a kenyérnek. Bizony így van, uram, mert ha nem így volna, az imamon garatján csak a szélja járna. Hogy merészel, ilyen helykérésre vasszuk az én a királya? Hogy merészel? Nem úgy van az, zsoldos vezérem, kedves holubán. Bölcsen is okosan beszélt a Molnár. Ezért hát megérdemli, hogy udvarába betérjünk, és szomjunkat egy kupa vízzel épp-ip olcsuk el. Szaladj, őszik el a kupát! Jankó, Ferkó, hozzatok vizet a kútból, és egy bor, egy korsóval a pincéből. Csak méltó tálcánk nincsen, felséges királyom. Itt van hát. Fogadj el felséged az én tálcámat. Mással nem szolgálhatunk. Felséges királyom, kedves egészségére. Igyon, kedves leánya. Egészségünkre! Kedves kutyájának vessen az úr koncot! Amúgy meg nem az úr kérte a vizet, nem is az úrnak adtam, nem is pénzért adtam. Akit nem illet, ne fizessen érte. Tudod, kivel beszélsz te? Te számtelen paraszt. Holubán vagyok. Mátyás király zsoldos regének zsoldos hadvezére. Az ilyen semmi emberekkel, mint te, így szoktam elbánni. Az ilyen semmi emberekkel így szokott elbánni? A vizet én kértem. És köszönöm! Nagy erődről, meggyőződ, becsületes észjárásodról is. Tetszel nekem, legény? Mi a neve? Kinizsi Pál Molnár gyerek. Kinizsi Péter Molnár egyetlen fia. Jaj, de elpirultál, Benigna. Ez aztán a hozzád való, legény. Kinizsi Pál. Kinizsi Pál, ha egyszer Budán jársz, térj be udvaromba. Szívesen látlak, asztalomnál, bár én vizet kaptam egy kupa borra.
Én is köszönöm a vizet. Cserébe fogadd el kedves madaramat, ha Budára jössz, megmutatja neked az utat. Köszönöm, szerencsés! Édesapám, azonnal indulok Budára, Mátyás király megtartja a szavát. Ha majd ott ülök az asztalánál, biztosan meghallgatja, amit el akarok beszélni neki. Sok a mondani valam a bírónkról, a püspök úrról, a zsoldosokról. Hát, ha még a katonája is lehetnék. Éreztem, tudtam, hogy eljön ez az idő. Engem sem tudok édesapám visszatartani, amikor Hunyadi János írok Vándorfehérvárra. Menj hát, ha menned kell. Jár szerencsével. Ha mégis meggondolod magad, itt a malomban mindig megtalálsz. Ide mindig visszajön. Legalább addig vár, amíg egy kis pogácsát tarisznyádok neked a nagy útra. Vigyél minket is magaddal! Nem lehet az, Jankó Ferkó. Ki segít akkor öreg apámnak a malomban? Ki örli a nép kenyerét, és ki vigyáz a rezsenénire a bűs katonának állva, és mi lesz Terkával, meg Katával. Ha velem jönnétek, még bizonyára más legények után néznének. Itt magaddal élek, fiam, ezt a talisznyát. Itt van egy színes kavicska, ez lővérkétől verokkál. Ez a kis érmecske pedig édesanyámban. Ez a kés velem volt Bernáros kamánál. Te is biztos jó használ veszel. Köszönöm, édesapám! Járj szerencsével, Tom! Aztán ne feledkezzél meg róla! Jó! A pogácsa! Itt ne maradjon! Köszönöm! Isten áldja mindnyájukat! Isten áldja édesapám! Viszlát, papok! Sok szerencsét! Nem, nem.
megakadás. Itt vagy, mama. A soros őrszem. Te vagy az fia. Éppen rólad gondolkodtam. Ha májtásnak ilyen vitézei lennének. Si a török, si a cseh, si a német. Együttes erővel nem foglalnánk el bennünket. Éppen van Gergely bátya. Hosszú volt a szolgálat. Pian hosszú, de jó volt. Hallgattam maga a csicsergését, néztem az elesén kislogó tüzeit, és gondolkodtam hazánk állapotjára. Én inkább két csatát vállalnék, mint egy őrséget. Na még egy-két nap, fiam! Heszi csata! Egymáson is kedvünkre kaszabolhatjuk az ellenséget. Na jó ét, fiam! Jó éjszakát! Nem nekem való az őrség. Ha egy kicsi időre is magam maradok, mindjárt a szép kisasszony jár az eszembe. Bármerre is visz a sorsom, tekintetét a szívemben hordom. Vajon ő gondol-e a szegény tolmára? Thank you.
Beigazd! Hogy kerülsz ide? Ének idején egy kőhajítást ír az ellenségtől. Tudom, te nem jöhetsz el hozzám. Hát eljöttem. Hát nem felejtettél el? Ha akarnál, azt tudnának elfelejteni. Hisz a táborban mindenki csak rólad beszél. A hős, az erős Kinizsi párról. Vitézek, vitézről. De tudd meg, Kinizsi pár, nem csak barátaid vannak, ellenségeid is. A te igazi ellenségeid nem oda gyülekeznek, hanem ide bent vannak, ebben a táborban. Holubán a fejébe vette, hogy bármi áll, de elveszett téged. Nem elég, hogy szebb és erősebb vagy nála, de tőlem már háromszor is kosarat kapott, és úgy segj a vízírom a tőlem. Ott több becsületed lesz!
nagy vagyonod, nagy uraságod, ekkora vitézséggel. Én, Kinizsipár, azon a helyen szolgálom hazámat és királyomat, ahová hazám és királyom állít. Öreg Tódor pedig úgy benderítő vágyoldalon, hogy sütőlapáttal fogják oda lenni összeszedni. Megállj, megállj, Kinizsipár! Mátyás vagyok, a magyarok királya. Bocsásson meg, felséges királyom. Kinizsipár, erődet, bátorságodat már megismert. Most hűségedről is meggyőződ. Felséged, kockára teszem az életét. Egy kőhajítás ír az ellenségről. Fényes kísérettel nem mehetek kiképzelni az ellenség erejét. Sok szolgám van, de hű emberem kevés. Ezért hát magam megyek a harcintérre, ha világosan szerették látni. Sikerült kikémlelnem, hogy az ágyóik sokkal jobbak, mint a mi. Ha csak egyetlen egy ilyen ágyót megszeretnék, már eldőlnek. Megengedi felséget, hogy szóljon. Amott van egy gyengén fedezett tüzérállásunk. Tegnapi portyázásunk alatt figyeltem meg. Néhány jó lovassal ismerek egy jó kerülő utat. Rájuk lehetne csak, és megszerezi a híres ágyút. Tarts szemmel azt az ágyút. Hajnalban elindulhatsz érte. Testőreim közül kapsz 10 jó ráclovast. Te leszel a vezetőjük. Bízhat bennem, felséges király. Úgy látom, vihar készül. Ideje mennem, nem szeretnék őrigázni. Ha itt vihar kerekedik, akkor Podjebrád átrendezheti a tüzérállást, és nem tudjuk megszerezni a híres ágyunk. Nem várok én hajnali. Nem várok a 10 lovassal. Maradjak az ő helyemet. Azonban a kutya. Melyik az erősebb kötelesség? Azonnal indul. Thank you.